mindig is ott volt a tudatában a református embereknek is, tehát a II. Rákóczi Ferenc által elindított, illetve képviselt és végbe vitt szabadságharc. A református templomnak a karzatán meg is van örökítve, amikor 200 évvel azután, 1711. februárjához, 200 évvel megemlékezett a reformátusság a szabadságharcról. És ennek a kapcsán mi is vettük a bátorságot 2011-ben egy nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le, amikor is emlékkonferencia, ünnepi istentisztelet keretében visszaemlékeztünk mindarra, ami 300 évvel azelőtt történt itt Salánkon, hogy Rákóczi Ferenc, nagyságos fejedelem itt az utolsó országgyűlését tartotta meg. Mondhatnám úgy is, hogy bele van vésődve a szívükbe, tehát ez a mindennapokban is megmutatkozik, maga a habitusa a salánki léleknek, a salánki embereknek egy kuruc habitus, tehát ott van a hétköznapokban is, megjelenik mindaz a szelleme, mindaz a lelkülete az embereknek az életében.